Gyorsan terjed a koronavírus brit variánsa. Franciaországban már a fertőzések több mint egyharmadát ez a mutáció okozza. Az elmúlt napokban a legtöbb fertőzöttet a La Manche csatorna mentén fekvő kikötővárosokban regisztrálták. A francia egészségügyi miniszter bejelentette, hogy hétfőtől 10 napra hosszabbítják meg a kötelező karantén időtartamát. Zsúfolásig megtelt a központi kórház intenzív osztálya az észak-franciaországi Dunkerque-ben. A betegeket jobb híján a folyosón látják el, míg a korteremben felszabadul egy ágy. A közepesen súlyos állapotú páciensek egy részét más városokba szállítják át. Az orvosok azt mondják, február eleje óta az átlagosnál négyszer több beteget kellett ellátniuk. Ez már nem a járvány egy újabb hulláma, ez valódi áradás, ami emberfeletti erőfeszítést kíván. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ilyet még soha nem tapasztaltunk, mondta a kórház sürgősségi osztályának vezetője. A La Manche csatorna mentén húzódó északi régióban a héten tömeges tesztelést indítottak. Az eddigi vizsgálatok szerint minden tizedik ember fertőzött, legtöbbjük szervezetében az eredetinél jóval fertőzőbb úgynevezett brit vírus variánst mutatták ki. Gravelines, Dunkerque, Calais mind nagyon közel van Angliához. Kikötővárosok vagyunk, jelentős forgalommal. Valószínűleg ezért terjedt el ez a fajta vírus, vélte a Dunkerque-i tesztközpont vezetője. Franciaországban még mindig több mint 20 000 új fertőzést regisztrálnak naponta. Az esetek több mint harmadát a koronavírus brit variánsa, további 5%-át pedig a nemrég Dél-Afrikában azonosított új mutáció okozza. Az egészségügyi miniszter szerint a járvány miatt ugyanannyian halnak meg hetente, mint ahányan közlekedési balesetben egy teljes év alatt. Így túl korai lenne enyhíteni a korlátozásokon. Számos kutatás szerint ezek az új mutációk erősebben és valószínűleg hosszabb ideig fertőznek, mint az eredeti vírus. Ezért úgy döntöttünk, hogy hétfőtől kezdve nem 7, hanem 10 napot kell karanténban töltenie mindenkinek, akinek a tesztje pozitív lett, közölte a miniszter, hozzátéve, hogy a következő néhány hét alatt eldől, sikerül-e megfékezni a járványt. Franciaországban már csaknem 3,5 millió embert oltottak be, több mint 1 millióan pedig a vakcina második adagját is megkapták. A kormány úgynevezett vakcinaútlevél bevezetését is tervezi, amelyről internetes konzultáció útján kéri ki az állampolgárok véleményét.